A nukleáris technológia egy jobb életért kulcsmondattal indították útjára a 11. Atomexpót Szocsiban. A rendezvény tematikáját a fenntartható fejlődés köré szervezték. A megfelelő energiakosár kialakítása fontos a jövő érdekében, emelte ki Kovács Pál államtitkár. Mindenki azon gondolkozik, és az egész világ erre törekszik, hogy olyan energiakosarat rakjunk össze, amiben az atomenergia és a megújuló energiaforrások mind az ellátás biztonságát, mind a zöld, úgymond széndioxid kibocsátás mentes energiaellátást tudják biztosítani. Az atomerőművek a fenntartható fejlődésben kiemelt jelentőséggel bírnak. Paks 2 beruházás munkálatai egyre élénkebb szakaszba kerülnek, a Rosszatom folyamatosan szállítja le azokat a terveket, amelyek a létesítési engedély elkészítéséhez szükségesek, hangsúlyozta az államtitkár. A rendezvény alatt számos szerződés került megkötésre, többek között a TEIT és az orosz társszervezet közötti megállapodást is megerősítették. Ez a szerződés igazándiból egy határozatlan idejű szerződésnek a frissítése. Alapjaiban nem változtattuk ezt a szerződést, sem az orosz fél, sem a magyar fél. Kiegészítésre került az, hogy a GMF szervezetben, a nemzetközi szervezetben szeretnénk őket delegálni. A fenntartható városfejlesztés a nukleáris létesítmények körül kiemelt témaként szerepelt azon a kerekasztal beszélgetésen, ahol Romhányi Károly Gerjen polgármestere is bemutathatta településük fejlesztési stratégiáját és eddig elért eredményeiket. Többek között elmondtam, hogy nagyon fontos volt, hogy alapvetően az egészségügyel kapcsolatos fejlesztéseink, az oktatásban, a sportban, egyéb közérzetjavító fejlesztések, közmegelégedésre szolgáló fejlesztések, és hát nyilván ezeknek az indokoltsága is mind-mind egyesével megállják a helyüket a mai napig. A polgármester kiemelte, a fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy az a már ott élők számára is elfogadható legyen, de a lakosságszám emelkedését is eredményezze. Romhányi Károlyt örömmel töltötte el, hogy az elmúlt évben 27 fővel gyarapodott Gerjen lakossága. Az előadást követően a török és egyiptomi média érdeklődését is felkeltette a település sikere, tervei. A kétnapos nukleáris fórumra 74 országból érkeztek, és 3600 résztvevővel zárult.